16 év közös munka után 2016. július 1-én létrejövő Eszterházy Károly Egyetem keretén belül folytatjuk munkánkat. Mint arról már beszámoltunk, ebben az intézményi formában az utolsó diplomaosztó ünnepségét élte meg a Szent István Egyetem Jászberényi tagintézménye június 24-én. Egy ideje már tudjuk, hogy 16 év gödöllői fennhatóság után az Egri Eszterházy Károly Egyetem égisze alatt folytatódik az oktatás. Ez a Jászberényi kampusz számára egy biztos jövőt, a pedagógus képzés megerősödését és szak, illetve hallgató bővülést jelent. Elsősorban a pedagógus képzésünk megerősödését jelenti, viszont már újabb szakok, tehát szakbővülésről beszélhetünk. Több ilyen szakról tettünk említést rektor úrral. Informatika, turizmus, gyógypedagógia, közösségszervező, és a többi majd idők során kialakul. Ezáltal jóval erősebb hallgatói létszámot várunk, és bízunk abba, hogy a jászsági, jászberényi diákok sokkal bátrabban mernek most már ebbe az egyetembe jelentkezni, hiszen egy biztos jövőt látnak maguk előtt. Fontos, hogy a Gyöngyösi Főiskola integrációjával itt a Jászberényi kampuszon is lehetőség nyílik a felnőtt képzésre. A helyi pedagógusok bekapcsolódhatnak majd az egyetemi kutatásokba, illetve a pályázati lehetőségek is kibővülnek. Elsősorban még most ugyanúgy az óraadóinkra számítunk arra, hogy az Egri Egyetem egyéb kampuszairól is jönnek oktatók, illetve egyértelműen új oktatói bővülésekre számítunk. A fúzió a hallgatókat is pozitívan érinti. Lesz lehetőség közös gólyatáborra jelentkezni, vagy egyetemi napokon részt venni. A legnagyobb hozadéka pedig az lehet, hogy a hallgatói élet egy magasabb fokozatra kapcsol. Rengeteg fejlődést is igazából egy új lendületet várunk az egésztől. Most 4 képzési helyen fog működni ez az új egyetem, és már most nagyon jó kapcsolatban vagyunk a többi hallgatói önkormányzattal is, és már most tervezzük a közös egyetemi napokat, és a gólyatábort is, tehát már annak is elindult a szervezése. Ezen kívül ugye új szakokat szeretnének majd indítani itt a Jászberényi kampuszon. Ez ugye nem rögtön fog elkezdődni, ez egy hosszabb érési folyamat, de azt várjuk, hogy még több hallgatónk legyen, és egy pezsgőbb kampusz életet tudjunk majd létrehozni. Fontos, hogy a tanulmányaikat már korábban megkezdett hallgatók hallgatói jogviszonya folyamatos, változatlan követelmények és változatlan vizsgarend mellett tanulhatnak szeptembertől.